sereget, a jó percet kivárva, ragyogó fegyverben és friss hadával rád tört a norvég király! De tőle sem riadt meg Macbeth! A Macbeth William Shakespeare tragédiájának egyike, ami a 11. századi középkori Skóciában játszódik, és hogy miről szól valójában a történet. Két ember szerelméről, rossz döntésekről, egy annál is rosszabb világról, ami tönkreteszi ezeket az embereket valamilyen módon. Meg hát ők is tönkretezik magukat azzal, hogy hasonulni akarnak ez a világhoz. És ennek aztán az a következménye, hogy óhatatlanul elbuknak. Valóság sosem riaszt úgy, mint a képzelt borzadály. Szikszai Rémusz azt mondja, bár Macbeth története a harmadik Richard című színműhöz sok tekintetben hasonlít, a két karakter mégis gyökeresen más. Amíg harmadik Richardban nincs félelem a következményektől, és gondolkodás nélkül a gazemberséget választja, addig Macbeth folyamatos lelki tusát vív önmagával. Talán ez az a Shakespeare darab, amiben leginkább jelen van ez a fajta tépelődés, mondja. Mi nagy méltóságot ígértek neked. Zárd ezt szívedbe. Viszontlátásig. Te Macbethed. Amikor a vágy, amit megfogalmazol, jelesül ebben az esetben az, hogy királynak kéne lennem, vagy nekem kellene a királynak lennem, az óhatatlanul jár a királygyilkossággal. Na most, ha nem lenne egy erkölcsös vagy morálisan létező lény, akkor ő nem tenné fel a kérdést, hogy lehet-e, szabad-e, megtehető-e, nem tehető meg. Harmadik Richard nem tesz fel ilyen kérdéseket, ő kinyír mindenkit sorban, saját családját egyiket a másik után. Az egymás követő monológok olyanok, mintha mindez a néző fejében játszódna, teszi hozzá a rendező, aki ennek megerősítése érdekében a vészbanyákat másképp hívja segítségül az előadás során, mint általában a legtöbb kollégája. Ugye itt van ez a három vészlény, boszorkány, akárki, akik gyakorlatilag az eredeti színdarabban kétszer vannak mindösszesen, és ilyen általában ez a sztereotíp mirigy, megjön a három boszorkány, valamit mond, aztán varázsol egyet, és elmegy a fenébe. Nálunk az első persze az utolsóig ott vannak, mint a gondolatok, akik követik a tudatot. Tehát, hogy ők ilyen értelemben az a fajta rossz sugallat, aminek a hatására, tehát nem tudom, valamennyiünkkel volt már olyan, hogy éjszaka kettőkor azt gondoltuk az ágyba, hogy hát legszívesebben ezt tenném. A becsvágy nem elég, ha gátlásokodik. Magasra törsz. De nyíltan és nem hamis lappal játszanád. Naív, csalni tisztán nem lehet. Macbeth tehát a lélek vívódásáról és nem a hatalom megszerzésének mechanizmusáról szól. Becsületesnek lenni, vagy engedni a kísértésnek, és akár gyilkosság árán is utat törni magunknak. Hogy mi lesz a történet vége, az kiderül a Tatabányai Jászai Mari Színház és Népház legújabb bemutatóján.